1, 2, start. Start elsőre eljött az Iron Man D, és a beállításának megfelelően egészen jó startot tudott venni DDET, és ő az, aki el tud menni, vezetni, illetve ott van Dumbo K és Demos. Demos Dukai Tamással a leggyorsabb. Hát Dumbo K egyelőre külön versenyt fut, a többieknél pedig szépen lassan tömörül az egész mezőny. Demos pedig egyelőre nagyon meggyőző. Megérkezik az első kanyarba, és most már ott vannak azért mögötte jóval közelebb a többiek. Dumbo K pedig hibázik, és kiesik így a küzdelemből. De van még hibázó lovunk, többek között a favorit, ő az, aki kiszáll. Ez ezért óriási meglepetés. Megkezdi a zárkózást Csobán M, mellette pedig Kedik Lév Lakatos Csaba kezében. Itt vagyunk az első egyenesben, és akkor egy gyorsítás, egy támadás a favorit nélkül. Most már a verseny a mezőn Csobán M és Mondi Srihár gyorsít, és amikor egy kör van hátra, akkor átveheti a vezetést, de egy újabb hibázóló, Kedik Lév, ő is kiesik. Elég zavaros azért összességben ez a verseny, ugye futam közben eddig csak Dumbo K diszkvalifikálták, illetve várhatom most Sadik Livet, tehát többen futnak galoppal. Vezet Demos mellette, az a Csobán M, aki szenzációs tartót tudott venni. Amadeus Rány, illetve Farinelli, aki nagyon-nagyon szaporázott mögöttük, és szép lassan azért most már DDET is ott van a közvetlen élmezői mögött, és amennyiben még versenyben van Aerodynamics, azért nem kizárt, hogy hibája ellenére ott lehet majd a főszereplők között a háttérben a Discovery LV próbálna valahogy csatlakozást találni. Demos vezet a startó kezdve, és egyelőre nem adja át a vezető pozícióját Csobánemnek. Farinelli folyamatosan második, harmadik spúrban. Ennek ellenére a legutóbb 16-8-at ügető Sárgamén még mindig tud támadni, és harmadik spúrban igyekszik majd rohamozni a vezető párossal szemben. Ott van nagyon közelén egyiknek Amadeus Ryan, és még mindig Aerodynamics az, aki viszonylag biztatóan zárkozik. Ő most már az utolsó forduló, a falon Demosnak még mindig van előnye. Demos tartja a falat, és ezzel kintartja a második, illetve a harmadik spúrban jelenleg a legnagyobb riválisait. Szépen zárkózik Amadeus Ryan, és hibája ellenére Aerodynamics nagyon jól jön Hegedűs Tamással, és aztán izgalmasá teheti a versenyt, ha még versenyben van, de egyelőre úgy tűnik, hogy igen, kívül most már Farinelli az, aki támad, Farinelli jön, és átveti a vezetést, Farinelli a harmadik pozícióban, az utolsó 100 méter következik, mögött és óriási helyezkedés, jó kis verseny, izgalmas futam, Farinelli kívül, belül pedig Csobán M nem adja ingyen a bőrét, és megnyeri Farinelli a versenyt, elsőként halad át a célvonalon, mögötte Csobán M, majd 4-5-en is egyszerre zuhannak be. Ez volt az Iron Man D. Start. Start, elindult a nap harmadik futama, a Júdlis D. Juhász Balázs korábbi kiváló lováról emlékezünk ezzel a versennyel. És derbére szánt lovak is a startnál, sőt, nem egy, nem kettő, és egy másik 4 éves, de egy import. Kocs Degli D, ott van Gorán Zolnaival, és hát ott van Csacsa Lakatos Csabával, ők ketten fejt haladnak, és bizony a belső éven Sasa az, aki vezet és diktálja tempót, Kocs Degli D-nek pedig majd kívül kell jönnie, támadnia, vagy gyorsítania, ha át akarja venni a vezető szerepet. A nagy termetű olasz kanca most már gyorsít, és most már ő van az élen. Mögöttük Csábító R, tehát egy újabb 4 éves, ott a szélárnyékban a harmadik pozícióban, majd Lara Ryan és Varga Sándor egy újabb favorizált ló, Carlos Fox követőket Nagy Ferenc 2-vel. Nagyon-nagyon jó a verseny eleje, 6-an nagyon szépen együtt. Tulajdonképpen a 6 esélyes a frontban, közülük is a legnagyobb favorit Kós Deidei vezet, Csacsa van mögötte, illetve Lara Ryan, majd jön Csábító R, Csokolina, és eddig hiba nélkül futó Carlos Fox, aki zárja ezt a szűken vett élmezőn. Bő 1000 méter van még hátra Jódlis D-ból, és továbbra is diktálja tempót, és őrzi ezt a 3-4 hosszas, 1 hosszas előnyét Kós Deidei, folyamatosan támogató Lara Ryan-nel szemben. Kós Deidei, Lara Ryan, bent a falon pedig Csacsa hátán Csábító R is, remekül tartja magát, Csokolin is nagyon-nagyon közel, és Carlos Foxnak is lehet majd helye az első három között. A másik három viszont nagyon-nagyon messze, Karina Flink bizonyám, illetve Bronzboy alig fog beleszólni ebbe a versenybe. Eladja most már a mezőny az eredményező tábla magasságát, és továbbra is egy bő hossz Kós Deidei előnye, minthogyha mögüle azért kezdene egy kicsit, sőt nem is kicsit kifáradni Lara Ryan, folyamatosan csúszik vissza, hogyha Csacsa visszajön a második helyre, Csábító R kicsit zsákutcában, elindul viszont Csokolina.
Jön Csokolina, és jön az utolsó 400 méter, Hajnal Tibor Csokolinát versenybe dobja, és most már a hajnali időmítások dominálhatnak a verseny ezen szakaszában, de még a versenyt nem nyerték meg. Jön mögöttük Csábítóer Zoltán Ozvárral, és az utolsó 150-200 méteren fog talán támadni, egyelőre nem tud jönni Csacsa a folytatásban, és most már az élen 150-nel a vég előtt Csokolina, Csokolina az élen, de kívül jönnek a rohamot, Carlos Fox, Nagy Ferenc kettővel óriási roham, Csábítóer középen, hárman teljesen együtt, és a végén kívül Carlos Fox! Carlos Fox megérkezik, letett kézzel Nagy Ferenc kettővel, Csábítóer is nagyon szépen jött a végén. Start! Start, elindult a nap 5. futama, Diktátor díj, és nagyon jól kezdett Inforgettable Vincent Pállal, benne a falon pedig Zoom fotó húzódik, és Pekker Györgyel ott van a nagyon szoros második pozícióban. Ügyeske is jó startot vett, és összességében elmondhatjuk, hogy jól indult az egész mezőny. Ügyeske mellett Gigant Wings és Vezér Emese, a favorizált lovak közül Faria BD, és egészen kívül a régen látott Zenit Sármaz, aki nagyon-nagyon jól megy a verseny ezen szakaszában. Hiba nélkül mindenki, így érkezik meg az első egyenesbe. Van néhány lemaradt ló, de összességében elmondhatjuk, hogy a tízlovas mezőny nagyszerűen versenyez, és próbálja beosztani Gorán Zolnai lova Zenit Charm erejét itt a második pozícióban, miközben az élen nincsen változás, Inforgettable és Vincent Pál az élen. Egy kör van még hátra, Balerinoer Ultimate Force és Csokító az, akik eléggé messze látszanak a fronttól, Bezikva benne pedig próbál csatlakozást találni. Inforgettable diktálja starttól kezdve a tempót, Zoom fotóban mögötte bent a falon, mellettük pedig Zenit Charm, a Faria BD, kívülről pedig a két favorit Gigant Wings és Ügyeske párosa, Bezikva benne pedig jelentem utolérte őket, úgyhogy küzdelembe lehet majd a dobogós helyekért. Nem nagyon tudnak jönni a háttérből, Ultimate Force az, aki azért erősebbnek tűnik, mint a másik két társad, sem Balerinoer, sem pedig Csokító, úgy tűnik, hogy ebbe a versenybe nem fognak majd beleszólni. Jó, most már az utolsó 800 méter, tömörödik azért egyre inkább az élmezőny, félhossza redukálódik Inforgettable előnye Zenit Sármal szemben. Most indul el tulajdonképpen negyedik pozícióban Ügyeske, és ezzel egy időben vélhetően Gigant Wings is megnyitja majd a hosszú hajrát. Mögöttük Bezikva Bejnét is kivette most már ifjabb Döme a harmadik, negyedik spurba, és Faria BD is támadásba lendül. Jön a verseny utolsó 500 méter, ez a mai napon az 5. futam, jövő héten pedig már jön a 108. magyar ügető derbi, és támad Gigant Wings a második pozícióban, de Inforgettable még továbbra is tartja a falat, és beült Gigant Wings mögé, Ügyeske ifjabb veressel. Jönnek tehát szépen a favoritok, Zoom fotó, Pekker György remekül tartja magát, meg lett számára dobogó. 150-nel a vége előtt Gigant Wings most már átvette a vezetést, Gigant Wings és ezért remesett tisztán az élen, Gigant Wings pedig behúzhatja ezt a versenyt, az utolsó 50 méteren már nincs ellenfele, Gigant Wings igen nagy fölénnyel fog győzni, Gigant Wings nyer, mögötte második Inforgettable, a harmadik helyen szép küzdelem volt, hiszen Faria BD és Ügyeske is csatázott a bronzéremért. Start! Start, elindult a nap 6. futama, ez a nemzetes úr handicap, Zimmezón kezdett a legjobban, rajta kívül is azért 3-4-en még viszonylag jól kapták el az indításnak a pillanatát, illetve az első métereket, Underworldot látom ott a frontban, Zselnice sem kezdett rosszul, viszont Tücsök galoppozgat, jó néhány lépést elvétett, és legalább 30-40 méter bukik, sőt ismét hibázik, úgyhogy véletlenül ki fog Tücsök esni a versenyből. Zimmezum az élen mögötte most már Bulibáro és Vitya libasorrá rendeződik a közvetlen élmezőn. Zselnic és Underworld kettes fogata követi őket a negyedik, ötödik helyen. Majd jön Nagy Ferenc két duója, Bernak Vinem, illetve Zephyros, momentán ott a 6.-7. hely környékén. Meghúzza Zimmezum az elejét, 3-4 hosszal vezet most már Bulibáróval szemben. Zimmezum, Bulibáro, Vitya változatlanul az első három helyen. Két kettes fogat pedig egy 5-6-os távolságról követi őket. Tücsök ugye kétszer hibázott, diszkvalifikálták a versenyből, úgyhogy hiába fogja utolérni majd a bolyt. Ő most már versenyen kívül tudja csak ezt megtenni itt a pálya külső részén. Zimmezum pedig tovább növeli az előnyét, akkor, amikor az utolsó 1000 méterhez közeledik a nemzetes úr handicap mezőnye.
akkor lassan 10-15 méteresre is hízik Zimmezumnak a fölénye. Bulibáró mellett most már azért Vitya úgy tűnik, hogy megindulni látszik, elindítja Nakatos Árpád, és a komplett mezőny egy picit a kanyar végéhez érve úgy tűnik, hogy közelíteni tud a szökevényhez. A kijárat környékén Vitya meg is fog érkezni Zimmezum mögé, Bulibárót pedig ott a háttérben fogják néhányan majd megtámadni. Úgy látom, hogy Zephyros lendülete nagyon-nagyon jónak tűnik, és Zephyros is egy szempillantás alatt ott van most már a közeli harmadik helyen. Zimmezum, Vitya, Zephyros, Bulibáró most az első négy helyezett sorrendje. Zselnice megy visszafelé, Underworld sem igazán tud most már jönni. Jön az utolsó 400 méter viszont, Vitya most már egyértelműen vezet Zimmezummal szemben, akit ebben a pillanatban Zephyros is maga mögé tud utasítani. Vitya, Zephyros, Zimmezum, Bulibáró, Bernakvi nem is sosem ott van a közvetlen élmezőnyben. Egyelőtt úgy tűnik, hogy dominálnak a favoritok a nap hatodik futamában. A befutóra fordulva, Vitya könnyed előnnyel érkezik 2-3 hosszal, mögötte Zephyros, a második, Bulibáró lassacskán feljön a harmadik helyre, Bernakvi nem is csatában lehet majd a dobogós pozíciókért. 100 méter van hátra, Vitya vezet még mindig 2 hosszal Zephyrosszal szemben, jön kívül Bernakvi, nem, talán még a második hely is meg lehet neki, Bulibáró is érkezik, Vityát azonban nem érik utol. Vitya a nyerő, mögötte óriási küzdelem, kívülről jött Bernakvi, nem talán a második helyre, de nagyon szoros célfotóban Bulibáróval, végül Zephyros az, aki negyediknek csúszik vissza. Start elindult a segédhajtó kupa harmadik futama, jól kezd a mezőny, Magic Bucks Katsu Edittel már ott van a frontban, és vezet Rosamondi meg mellette a második, és akár meg is támadhatja, hiszen nagyon-nagyon visszavett a tempóból, Magic Bucks változás, tehát az élen Rosamondi elmegy vezetni 20 méteren belül az egész mezőny. Elég fogott a tempó, általában nem jellemző a verseny ezen szakaszában. Vezuvian Nyilasi Bálint visszaveszi a mezőny végére, más nispurt vállal föl viszont Winner Boy, és az ő hátán jön Vihar Ergé. Hát lehet, hogy itt is lesz majd vihar, de mi már megúsztuk, Vihar Ergé pedig szépen zárkozik, ott a középmezőnyben van, Lingott AT pedig szintén falon van a harmadik, második helyen versenyző Magic Bucks mögött. 1300 méter van hátra a nap utolsó versenyéből, jövő héten pedig 108. Magyar Ügető Derbi mához egy hétre. A Sporttelevízió élőben közvetíti majd a versenynapot, itt pedig továbbra is vezet Rosamundi. A két istálótárs egymás mögött, Rosamundi és Magic Bucks párosa hozzák a lovakat a második körre. Winner Boy van szorosan mellettük, Lingott AT, aztán pedig Vihar Ergé következik a folytatásban. A Solti Csabi a favorizált Andy Baby jelenleg a hetedik pozícióban, és Vezuvián pedig kiadás utáni második versében. Egyelőre sereghajtó, de nagyon-nagyon közel még így is tulajdonképpen a vezető lovakhoz képest is. Rosamundi még mindig az élen, és egyelőre nem kapott komolyabb támadást, és semmilyen támadást nem kapott, pedig most már az utolsó 900 méterhez ér. Egy hossz az előnye az őt üldöző párossal, Magic Bucks-al, illetve Winner Boy-jal szemben. Winner Boy mögött Vihar Ergé is vár egyelőre még a rohammal, mellette bent a falon Lingott AT, továbbra is Andy Baby a favorit, a 6.-7. hely környékén Solti Csabival fejfejt, Vezuvián továbbra is a sereghajtó. Jön most már a finish, a verseny utolsó 500 métere, Rosamundi előnye még mindig legalább egy hossz, és mögötte sincs változás, megvannak a kettes fokatok, talán majd a finishben felgyorsulnak az események. Andy Baby-t most veszi ki a hajtója a harmadik spurba, és elindul. Remek verseny, és már csak 400 méter van hátra a futamból, az utolsó kanyarban jár a mezőny, és Rosamundi még mindig az élen, viszont a félmezőny támadja. Vezuvián a mezőny végén, a harmadik spurban pedig most már Andy Baby. Andy Baby óriási lendülettel jön, támadó pozícióban Winner Boy, egyelőre zsákutcában Magic Bucks. Rosamundi még mindig az élen, Rosamundi vezet mellette Winner Boy, Rosamundi, Winner Boy, Vihar Ergé, Andy Baby egészen kívül, Rosamundi óriásit küzd, Rosamundi még elől van, jön Vihar Ergé az utolsó métereken, jön Winner Boy, és Vihar Ergé nyerheti a versenyt, Vihar Ergé beköszöni fiaveressel. Vihar Ergé nyeri ezt a csodálatos küzdelmet, az első futam is veresé, és az utolsó is, Vihar Ergé nagy hajrával nyer. Start. És start, elindult a verseny, nagyon jól sikerült az indítás szint az egész mezőnek. Princess Passion kap nehezen lábra, jól kezd helyből Dante Pukla. Dante Pukla mögött pedig Riscover első handicapjében, és mögötte is jó pozícióban Luxton Kriminális próbál följebb zárkózni. Luxton előrébb látszódik, Kriminális pedig a mezőny végén, mezőny második felében. Jelen pillanatban Princess Passion mellett galopozik, előtte pedig Burak Prince az egyik kedvenc, majd Guriga Gold, és mellette pedig Surya Színeit ünnep.
jönnek föl. Remekül együtt galoppozik az egész mezőny, amikor megérkezünk a kanyar közepébe, továbbra is az élen Dante Pokla. Dante Pokla hozza a lovakat, majd a befutó egyenes Luckstone az, aki szorongatja. Dante Pokla, Luckstone kettőse az élen, és a vezető kettős 3-4 hosszas előnyt csikart ki magának. Külső íven Burak Prince próbál majd támadni, picit sokat megy kívül, de így is jön szépen fölfelé. Riskáver tartja tisztán a harmadik helyét, Goalig a Goldi Show verseny fut, és ott van belül a falon továbbra is Surya. A távoszlap az ilyenek a tedivérek, és Luckstone egyértelműen vezet, de jön Burak Prince, Luckstone és Burak Prince nagyon erős, Burak Prince megtámadja a vezető Luckstone, és az utolsó 50 méteren Burak Prince meg fogja nyerni a versenyt. Burak Prince handicapben győz, Burak Prince esélyes volt, Burak Prince győzelemre váltja jó futását, jó formáját, Burak Prince nyeri a nap első futamát. Start elindult a verseny, Vas Lédi kapott egy picit nehezen lábra, Easy Cash kezdett remekül, mellette ott van az egyik favorit, Al Zucker megy el vezetni fogva, és elmegy most már mellette Vas Lédi, kicsit nagyobb sebességi fokozatra kapcsolva, és most már egyértelműen versenytempóra vártott a mezőny. Vas Lédi gyenges tartját követően Nagy Tamással érre állt, és most már ő diktálja tempót, mögötte Zinedine és Rain Man színei tűnnek föl egészen kívül Flower of Paradise, a középmezőny elején jár, és csak mögötte jön az a Soriano, akit Bakos Gábor lovagol, de szemre elég könnyen kézből jön. A remekül kezdő El Zucker is visszaesik a középmezőnybe, de egyáltalán nincs rossz pozícióban. Egészen jó iramot diktál Vas Lédi ott a frontban, egy picit lovagolni kell már az orosházi Számillát, illetve Silkmund van még a mezőny végén, tehát valakinek ott is kell versenyezni, és némi meglepetésre visszacsúszott Easy Cash remek pozícióból a mezőny második felébe. Jövünk most már lassan a befutó egyenesre, 450 méter van még hátra a versenyből Zinedine vezetésével. Zinedine az élen, könnyen jön Soriano, Zinedine, Soriano és Flower of Paradise, ez az első 3-0 sorrendje, a falon pedig El Zucker küzdhet majd a dobogóért, Raymannek is rá is esélye van, hogy felálljon a dobogóra. Zinedine elfáradt és átvette Soriano a vezetést, Soriano a távoszlopnál egyértelműen vezet, és akkor Sorianónak az ellenfele majd El Zucker lesz, és akkor jön a papírforma, Soriano és El Zucker küzdhet majd a győzelemért, az utolsó 50 méter meleg lehet Soriano számára, Soriano versenybe dobja, Bakos ismét és talál hazaér. Soriano és El Zucker óriási csata a győzelemért. Start elindult a nap harmadik futama, tökéletesen sikerült az indítás, Denis de Divának Varga Mátyással elmegy vezetni, Denis de Diva az élen, de picit visszavesz a tempóból, így most már Diabolo STS az, aki vállalja magára a vezetést, de fejt galoppozik a két tréningtárs, egymásra néznek a lovasok, hogy most mi van, igen spórolós a tempó, legalábbis ott az élen, és ebből talán majd Archimedes profitálhat, na meg Sugar Bird, négyen együtt, és ez bizony erős taktikai verseny, az első 400 méteren erősen fogtak a lovasok, talán majd csak most indul el az igazi verseny, amikor megérkezünk a kanyarba. Erősen fogva a Diabolo STS Nagy Norbertel még mindig az élen, mellette pedig Denis de Diva és Varga Mátyás. Denis de Divának lehetnek gondjai, kicsit sodródik ki a kanyarban, a Diabolo STS pedig magabiztosan az élen, második helyen van Sugar Bird, Archimedes pedig a mezőny végén. Nézzük, hogy mi lesz a helyzet a kanyar második felében, és jövünk az utolsó 500 méterre. Három maronkaló egymást nézte elég sokáig, a háttérben pedig Archimedes Kolumbán őrsel, lehet, hogy majd mindenkin átszalad. Sugar Birdöt már lovagolni kell a két varonkaló között, a falon pedig Archimedes Kolumbán őrs erősen gyűri. A 300-as táblánál átveszi a vezetés Sugar Bird, elindul Archimedes a távoszlopnál már talán elől van, és akkor most indul el az igazi verseny. Archimedes, illetve ott van mellette Sugar Bird, Archimedes Sugar Bird, Denis de Diva szerszámbalesetet szenvedett, emiatt csúszik visszafele, és Archimedes pedig nagyon magabiztosan győz. Start. És start elindult az 1600 méteres csákói handicap mezőnye, jól kezdett Xinonima. Xinonima az élen, Teddy Bear pedig értékes hosszokat hagyott ott a startot követően, nem kezdett Cupido sem gyorsan, Ferrari Twister is csak a mezőny második felében helyezkedik. A lovak megérkeznek a túlsó oldalra, erősen fogott az iram, ennek következtében a gyengén kezdő lovak is föl tudtak zárkózni. Aloiv Aivilo a második pozícióban, erősen fogva Cirmi STS-ben a falon, a harmadik helyen, mögöttük pedig Tulza, aki ott volt még a hazafidíjban tavasszal. Xinonima, Sándor Péterrel továbbra is az élen erősen fogva, az ezres táblát elhagyva, az ezres táblához közeledve, másfél-két hosszal az élen, mögötte Aloiv Aivilo.
Egészen kívül megkezdi a zárkózást Cupido, mellette a Hókás Tulza, benne a falon pedig továbbra is jól tartja magát Cirmi STS, és ott van benne a falon Stolen Dream, a fogadók egyik nagy kedvenc, aki papíron remekesét képviselt, Idomár lovasával, Stanislav Georgievvel. Kezd gyorsulni az illam, és egy pillanat alatt Ferrari Twister visszacsúszott a mezőny végére, és továbbra is Teddy Bearnek sem jó a helyzete, és Szinonimát egyelőre nem nagyon tudják megközelíteni. Szinonima vezet maga biztosan Stolen Dream meglepetése csak a mezőny második felében. Már csak 400 méter van hátra, hárman, négyen még együtt, a szürke Aloiv Ivilo pedig külső pozícióba kerülve megkezdi a támadást. A falon jön Cirmi STS, egészen kívül pedig Tulza, Szinonima szívósan védekezik, de a távolszopnál már a szürke van elől. Igen ám, de Szinonima visszatámad, Szinonima visszaveszi a vezető pozíciót, Szinonima megint elől van, Szinonima vagy Aloiv Ivilo. Jön Tulza is a végén, hárman nagyot csatáznak a győzelemért, Szinonima gyorsan dupláz, fölényesen győzött a nyeretleneknél, most pedig handicapben is hazaér. Start! Start, elindult a nyeretlenek versenye mérföldes távon, talán egészen gyengén kap lábra, és hát igencsak nehezen tud egyáltalán a többiek üldözésére indulni. Narangba kezdett jól, Narangba meghívó Stonehart sorrend alakul ki az első 200 métert követően, a három favoritról van tehát szó, 2-3 osszal mögöttük Liberty of Devil, egy kicsit azért lovagolni kell, hogy tudja tartani a lépést a többiekkel, ez nem igazán sikerül neki, Tára viszont azért lassaskán talán belendül, és meg fog érkezni majd a vezető trió mögé. A kismezőny már is eléri az ügető átjárót, az élen könnyedén kézből fogva, ha úgy tetszik, Narangba diktálja a tempót, mellette meghívó, mögöttük pedig bent a falon Stonehart, egyre közelebb most már hozzájuk Tyra, Liberty of Devil pedig azért szépen lassacskán kezd egyre inkább leszakadni a többiekhez képest. Narangba előnye nagyjából fél hossz meghívóval szemben, és a vezető kettős kicsit meglép, meglepetésre Stonehart nem igazán tud menni a többiekkel, a zárkózó Tyra most már lassan megelőzi, és feljöhet a harmadik pozícióban. Narangba növeli az előnyét a kanyar végén meghívóval szemben. Narangba meghívó Stonehart, Tyra még mindig a sorrend, amikor az utolsó 500 méteren belül most már a nyeretlen mezőny, Narangba az élen 2-3 osszas előnnyel, meghívó azonban a befutóban megpróbálja majd megtámadni. Narangba meghívó Stonehart jön vissza a harmadik helyre, megkezdi a zárkózást, de elég messze még mindig az első kettőtől. 300 méter van hátra, Narangba az élen, meghív azonban nagyon erős ellenfelet, majd az utolsó 200 méteren belül meghívó lépésről lépésre közelít. Narangba még előtte van, az utolsó 100-hoz érve azonban meghívó suták csengével átveszi a vezetést, és meghívó hetedik versenyében már győz, meghívó Narangba és Stonehart az első három, végül nagyon-nagyon messzi negyedikre szinte lépésben Tyra, és a mezőny végén a Liberty of Devil ér célba. Start! Start, elindult a záró verseny, az 1900 méteres Geisz Gáspár emlékverseny. Jól indult az egész mezőny, belül Krix-Kraxet igazán jól, mögötte ott van a tréningtárs Kuba Lieb, mellettük pedig Dorka STS, tehát rögtön három favorit tűnik fel a színe, sőt, négy, mert hogy World Hunter zárkozik fel mögéjük a negyedik pozícióba. A folytatásban Down Under színei látszanak, majd következik Kacsánka, bent a falon Rubikon, és a régen látott Scatman az, aki zárja a sort, egyelőre egyáltalán nem kiszakadva. Hát erős közepes tempó az, ami diktál Krix-Krax, így is van azonban 2-3 osz előnye az üldözőkkel szemben. Krix-Krax, Kuba Lib, illetve Dorka STS továbbra is az első három helyen. World Hunter és Down Under fejfejtőnek a negyedik, ötödik pozícióban, Scatman zárkózóban, Rubikon, illetve Kacsanka pedig változatlan a sereghajtók, de nagyon-nagyon együtt a teljes mezőny, akkor, amikor elhagyják most már az ügető átjárót, és jön a táv második fele. Elhagyja a mezőny most már az ezeres oszlopot is, vezet még mindig Krix-Krax a starttól kezdve, folyamatosan utazik mögötte szélárnyékban Kuba Lib, mellettük pedig változatlanul Dorka STS színei látszanak. Down Under lovagolni kell, de hát nagyon hajtós lóról van szó, Down Under mellett pedig World Hunter is még egyértelműen az élmezőn tagja, Rubikon próbál zárkozni a háttérből, Rubikon mellett Scatman is jól tartja magát, Kacsánka helyzete tűnik egy kicsit nehezebbnek akkor, amikor már a kanyar végén a mezőny, és nincs változása a frontban, talán annyi a Dorka STS egy kicsit, mint hogyha csúszna visszafelé. Vezet még mindig Krix-Krax, mögötte pedig Kuba Lib, Krix-Krax, Kuba Lib, Down Under, World Hunter próbál elindulni, Dorka STS pedig most már bent a falon, de nincs igazán lendületben, Rubikon jön a háttérből, Kuba Lib megindul, Krix-Kraxnak ő lehet az ellenfele, Down Under, World Hunter pedig változatlanul a harmadik és a negyedik. Én az utolsó 200 méter, Krix-Krax tartja a
az előnyét. Krix Kraxot úgy tűnik, hogy itt most nem lehet megverni. Kubali megint jól fut, de most is csak helyezést fog szerezni. A harmadik díj pedig várhatóan majd Down Under-é lehet majd. Krix Krax pedig végigvezet a Mocsinka Vivien-nel úgy nyer, ahogy akar. Mögötte Kubalibra második, Down Under, Rubicon, World Hunter, ez mögöttük a sorrend.